Közel 200 szekszárdi diák vett részt azon a rendhagyó irodalomórán kedden délelőtt, amit Nyári Krisztián tartott a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. A közel egy órás előadás témáját Kölcsey Ferenc 200 évvel ezelőtt befejezett himnusza adta. Ami mindenki számára érdekes, hogy ez nem úgy lett himnusz, mint a legtöbb himnusz a világban, hogy valaki egy király vagy egy köztársaság elnök fölkér egy zeneszerzőt, meg egy költőt, és akkor fél év múlva készen áll a himnusz, hanem tulajdonképpen saját magának tört utat 170 évig a nép tette himnusszá, és legkülönbözőbb politikai rendszerekben mindig kerestek egy másik himnuszt, amit néha megtalálni véltek, de aztán abban sose lett himnusz, hanem ezt fogadták el az emberek, és ezt énekeljük himnuszként. Ez egy nagyon speciális, egyedi út, nem olyan, mint a legtöbb himnusz esetében. Elmúlik ez a korszak is, a Horthy korszak, és aztán a következő korszakokban sem történik az, hogy akkor hirtelen megtalálják, hogy ez a himnuszunk. Ugye a háború után jön egy rövid demokratikusnak nevezhető időszak, akkor írnak egy olyat, hogy köztársasági himnusz. Na most még a kottát sincs idő kinyomtatni olyan mennyiségben, hogy ez sok helyre eljusson, mert megszűnik a köztársaság, jön a népköztársaság. Ugye ez a kommunizmus időszaka, akkor szintén történik egy furcsa dolog, mert ezekben az európai szocialista országokban, ahol a szovjet érdekszférába tartozik, szinte mindenütt lecserélik a himnuszt egy ilyen szovjet típusú rémületre. Kivéve Magyarországon meg Lengyelországban, ez a két himnusz megúszta. Magyarországon valószínűleg azért, mert nem volt róla törvény, nincs mit eltörölni. Az is nagyon érdekes, hogy ez nem is himnusznak készült, ez inkább egy imádság. Ahogy szoktuk mondani, hogy a miénk a világ legszomorúbb himnusza, ez azért van, mert nem himnusznak készült. És mégis ezt érzi a legtöbb magyar a sajátjának. Ez az a műalkotás, magyar műalkotás, amit a legtöbben ismerünk. 6 éves kor fölött ebből már minden gyerek tud idézni, felismeri. És hogy ezt mi választottuk 200 év alatt magunknak, talán ebben ismerjük föl leginkább önmagunkat. Ugye ebben van a szövegére koncentrálunk, van egy kis pesszimizmus, ami állítólag jellemző ránk, van egy kis önfelmentés, mert hát megbűnhődte, de van egy kis szembenézés is a múltunkkal, meg a bűneinkkel, úgyhogy valószínűleg azért választottuk, mert nekünk ez az a himnusz, ami megszólít minket. Szóval nem véletlen, hogy ezzel azonosultak olyan sokan, és persze ehhez kellett a magyar történelem, kellett világos, kellett Trianon, kellettek az elveszített háborúk, kellett a levert 56-os forradalom, hogy azt érezzük, hogy hát tényleg sorscsapások jönnek egymás után, de még mi mindig itt vagyunk, és ezzel mindenki azonosulni tud, ki ezért, és közben meg nagyon izgalmas a története, hogy hogyan vált azzá. Megmesélek, hogyha idő van rá, olyan himnuszokról, vagy himnuszszerű dalokról, amikhez nekünk, magyaroknak közünk van, és nem a mi himnuszaink. Magyar ember írta például az urugvái himnuszt is, ez hogy történt, vagy hogy hogyan lett egy, mondjuk egy francia elit desszantos alakulatnak a himnusza, egy magyar virágének, amit azóta is magyarul énekelnek, vagy az egyik legtradicionalistább, legortodoxabb zsidó közösség miért énekel magyarul a Szólakakas már kezdetű dalt himnuszként, és ilyen történetekről is szó van. Személy szerint nagyon tetszett, mert az irodalomtanárnőnk mondta, hogy lesz egy ilyen alkalom, és akkor igazából elküldte ide az osztályt, meg még egy pár osztályt az iskolából. Igazából én nem is tudtam, hogy ezek himnuszok voltak, most egy ilyen pár dolgot, új dolgot szerintem mindenki megtudott az osztályból. DNS-ből jöttünk a magyar tanárnővel, és ugye megnéztük a himnusz előadást a 200 éves évfordulón, és a himnusz történetéről. De sok érdekességet hallottam, úgyhogy jó, hogy itt lehettem. Második bécsi döntésnek köszönhetően visszacsatolnak Magyarországhoz korábban Trianonnál elszakított területeket, akkor kialakul egy koreográfia, hogy ez hogyan veszi ismét birtokba a magyar állam. Hát úgy, ahogy a régi filmhíradókban lehet látni, hogy Horthy Miklós kormányzó bevonul fehér lovon a ilyen fontos városokba, Kassára, Nagyváradra, Kolozsvárra, és ez mutatja, hogy az már magyar föld. És kiderült, hogy a himnuszra nem lehet belovagolni. Hát érthető.
Úgyhogy akkor hoznak egy jogszabályt, hogy ilyen esetben a Rákóczi indulót kell használni, mert hát ez erre lehet lovagolni. De a himnusszal nem történik ilyen. Egy dolog történik a himnusszal, ez pedig az, hogy a korszaknak egy nagyon jelentős zeneszerzője, Doknányi Ernő készít hozzá egy hangszerelést. Magyarán elvezényli és átalakítja egy kicsit. Erkel idején sokkal pattogósabban, gyorsabban, a verbunkos ritmusnak megfelelően játszották a himnuszt, és 100 év alatt lassult le arra a tempóra, ahogy a mi fülünkben cseng. És a végső lelassulás az Doknányi Ernő idejében, az 1930-as években történik, akkor válik olyan méltóságteljes, kicsit templomias előadásmóddá. Úgyhogy amikor azt halljuk, hogy valaki máshogy játsza, és akkor nagyon sokan mondják, hogy miért nem az eredetit játsza, akkor az valójában nem az eredeti, hanem a Doknányi féle. Mert ezt ismerjük, aminek az az oka, hogy elkezdi játszani a rádió. És a rádiót ebben az időszakban mindenki hallgat. Egyébként, amikor elindul a rádió, akkor a rádió vezetése nem akarja, hogy minden nap elhangozzon a himnusz, mert hát az csak ünnepségeken szabadna játszani, de a nép kiköveteli. Leveleket írnak, hogy minden évfélkor legyen himnusz, és azóta is van. Az biztos, hogy Erkel zenéje, az egy kicsit máshogy hangzott, pattogósabb ritmusban játszották, kicsit a verbunkos motivumokat jobban hangsúlyozva, de aztán hát majdnem 100 év alatt eljutott addig a pontig, hogy ilyen végletesen lelassult, kicsit templomias, méltóságteljes előadásmód vált általános, ez egyébként Doknányi Ernő hangszerelése, és igazából az se véletlen, hogy ez lelassult, mert valószínűleg erre volt igény. És nem arra, hogy nekünk is egy ilyen katonai indulószerű pattogós himnuszunk legyen. Úgyhogy ez sem véletlen. És ez speciális, ez a legtöbb országban nem így van, hanem azt megkapják készen. És ezt a magyar nép választotta ki, nem tudták lecserélni a kommunizmus alatt, nem tudták lecserélni egyik rendszerben sem, mert a nép ezt választotta ki himnusznak, és ez szerintem egy nagyon jó és fontos magyar hagyomány.